Augusztus utolsó napján, ha úgy tetszik, a nyár utolsó napján, augusztus 31-én rendezik meg a szokásos, immár hagyományosnak mondható nyárbúcsúztató rendezvényt. Vendégünk Sipos Katalin, a Cserepes Kft-tagintézmény vezetője, akit arra kérek, hogy csináljon egy kis népszerűsítő beharangozást ehhez a rendezvényhez. Most már elmondhatjuk, hogy ez a rendezvény már több mint 20 éve. Kerül megrendezésre, és mindig ugyanabban az időpontban, tehát augusztus utolsó hétvégén, annak idején vasárnap, most már az utóbbi több mint tíz éve, már szombati napon. Tehát az időpontja augusztus 31. És már reggel 10 órakor elkezdődnek a programok. A helyszín? A helyszín az a Cserepesház melletti park, tehát ez a Vezéróca 28 per B, maga az épület, és mellette található egy zöld terület, ott lesz maga a rendezvény. Sőt, az évek folyamán ugye ez a terület bővült annyival, hogy a vezérutcának a ház előtti szakaszát lezáratjuk, és oda is kitelepült már maga a rendezvény, mert azért az évek során fejlődött, és kinőtte ezt a nem olyan túl nagy zöld területet, és szerencsére, hogy az érdeklődés, és mondhatjuk, hogy évről évre mindig több, és elmondhatjuk azt, hogy talán el is érte az utóbbi évekbe azt a befogadó képességet, tehát a maximális létszámot, tehát talán ettől túl, több, tehát több ember már nem is férne el, aminek mi nagyon örülünk, hiszen ez azt jelenti, hogy ö, várják, és ugye ez itt van a Füredi lakótelepen, itt kis területen nagyon sok ember él, és ö, tényleg így van, hogy várják, hogy bejönnek már korábban érdekelni, hogy igen, és akkor van már szórólap, és akkor mi lesz a program. Tehát annyira a köztudatban van, hogy ö, ez úgy gondolom, hogy ez már egy annyira hagyományos rendezvény, hogy ez nem is maradhatna elszintét a kerület életéből. Mi lesz? Mit lehet nézni, mit lehet csinálni, mit lehet kóstolni? Igen, tehát a rendezvény maga több helyszínen fog bonyolódni. Egyrészt lesz kint a, az udvarban, és ott vannak a színpadi programok, akkor először ö, mesélnék a színpadi programokról. Tehát reggel 10 órakor ö, kezdődik maga a rendezvény, mégpedig a kifi fog ö, fellépni. Ö, ide a gyerekeket, kisebb, nagyobb gyerekeket, tehát magát, a családokat ö, várjuk erre a programra. Amikor a kifizenekar befejezte a zenélést, utána egy icipici szünet következik, és fél ö, 12-kor a Tűzfészek Társulat ö, zsonglőr produkcióját ö, tekinthetik meg fönt a színpadon. Utána egy kis ö, szünet jön, egészen délután három óráig, hiszen tudjuk itt, hogy ö, bízunk benne, hogy nagyon jó idő lesz, és nagyon meleg van ebben az időszakban. Hazamennek az emberek, ebédelnek, stb. Persze maga a program e közben is zajlik a különböző helyszíneken, csak a színpad szünete délután háromig. A délutánt a zuglói majorettek ö, ö, nyitják, mégpedig ez az Illusion Majorette és Twirling csoport egyesületnek a bemutatója lesz, egy fél órában ők is hagyományosan már nagyon sokszor eljöttek hozzánk, és nagyon látványos színes produkciót adnak elő. Ez maga a színpad előtt a füvön, hiszen ez már jóval nagyobb területet igényel, ez a formáció. Fél négykor következik a gyerekeknek egy mesejáték, pedig a Hahota Gyermekszínház fogja bemutatni a Ludas Matyi Című mesejátékot, ami úgy gondolom, hogy egy elég ismert mese, és pont egy ilyen nyitott szabadtéri rendezvényre remekül fog kinézni, hát a színpadon is, és bizonyosan, hogy jól szórakoznak rajta az érdeklődők. Ezt követi a Cserepesház tánccsoportjainak a bemutatója. Itt a rokisok fognak egy rövid bemutatót tartani, és a modern tánc ö, csoport mutatja meg egész pici gyerekkortól, hogy milyen ügyesek már, és mennyi mindent tanultak meg itt a Cserepesházban. Amikor ők befejezték a a produkciókat utána következik Bereczki Zoltán, 17 órakor, ő úgy gondolom, hogy rendkívül népszerű, mind a fiatalabbak, idősebbek körében, és mondhatjuk, hogy nem is először van itt a Ház színpadán, tehát az ő programját tekinthetik meg az érdeklődők. Ez követi fél hatkor rajzverseny eredményhirdetés, mert mint említettem, több helyszínen ö, folyik a program, és kettő és három óra között tá, ö, rajzversenyre jelentkezhetnek a gyerekek, és a cselepes ház előtti járdaszakaszon rajzolhatnak. Természetesen a munkáikat értékelni fogjuk, és minden kis gyerek részesül, aki olyan bátor és a nyári élményeit lerajzolja. És hát a, amíg nem esik az eső, az ott akár minden nap meg lehet addig nézni, akik arra járnak. Tehát az eredményhirdetést követi Vastag Tamás műsora, ő is minden, tehát a közönség körében azt hiszem elég népszerű előadó. Az ő félórás produkcióját tekinthetik meg a nézők, és utána következik a Free Dance tánccsoport, ők egy profi, tánctársulat, és különböző táncstílusokat fognak bemutatni. Ez bízunk benne, hogy szintén nagy érdeklődés lesz, mert ők tényleg profi táncosok már. Ezt követi a hagyományos tombola 7 órakor, majd ugye a tombola húzás ideje alatt már készülődik a Pedrofon zenekar, és 8 órakor ők fogják az utcabálhoz a zenét szolgáltatni, és egészen 3 10 ig 3 10 után pedig a tűzfészek társulat átöltözik, és most egy tűzsonglőr produkciót fog előadni a színpad előtti területen. Ezt mondhatom, hogy szintén hagyományos, hiszen az éjszakában egy tűzes show mindig nagyon látványos tud lenni. Tehát ennyit a színpadi programokról. És ugye maga az udvar területén még a gyerekek részt vehetnek különböző kézműves foglalkozáson, amelyet a Börös Kereszt és a Studium Generale fog szolgáltatni sátrakban. Akkor itt lesz a helendoron, akkor a terápiás segítő kutyák, szintén hagyományos, hogy évek óta eljönnek hozzánk, a Zuglói Egészségfejlesztési Híroda különböző mérésekkel és tanácsadásokkal. Ez a piros lábasos nosztalgia játék. Itt régi, hagyományos játékokkal, tényleg a piros kopott piros lábastól elkezdve ö, autentikus játékokon át mindent kipróbálhatnak a gyerekek, sőt, kézműveskedhetnek is ö, ez idő alatt. Sőt, ami azt mondhatom, hogy már évek óta visszatérő, hogy lesz óriási cirkuszi játszóház, lufi hajtogatás, arcfestés, ugrálóvá, tehát amik mind elmaradhatatlan kellékei a nyelvutyúztató vigalomnak. És ami szintén már a rendezvény indulása óta minden alkalommal van, a véradás, ami 11 órától egészen délután 5 óráig ö, lesz, és várjuk a segítőkész ö, embereket. Ez bent a Cserepesház épületén belül fog ö, megvalósulni. A Cserepesház előtti szakaszon még ö, lesz a, a Zuglói-Samadai helytörténeti műhelynek a kiállítása, ami a 2019-es évnek a Anyagából lesz összeállítva, és képviseltetni fogja magát a kerületi polgárőrség, az önkormányzati rendészet, akkor a rendőrség, ők is különböző játékokkal, közlekedési szabályokra hívják fel a figyelmeket. Tehát lényeg az, hogy a, az egész udvart, sőt a cserepesház előtti területet betöltjük mindenféle foglalkozásokkal, és hogy ne maradjanak étlen szomjan az emberek, ezért lesz kerti büfé, kenyérlángos, és a cserepesház kávézójában is ö, az emberek ö, ételhez, italhoz <tosz> tudnak jutni. Ez egy nagyon bő program, köszönöm szépen az információkat. Ugye a rendezvény alapvetően a szórakoztatást, a közösségteremtést szolgálja, de van egy olyan talán rejtett funkciója is, hogy egy kicsit felhívja a figyelmet a Cserepes Házra, illetve a Cserepes Ház által szervezett programokra, amelyek később az ősz folyamán valósulnak meg. Lehet már tudni néhányat ezek közül a később megvalósuló programok közül? Így van, tehát a cserepesháznak ugye mindig is a célja volt annak idején is, hogy a következő fél év, egy évnek a programját ö, reklámozzuk, felvezessük, ezért van, hogy egy kis bemutatót tartanak a cserepesház csoportjai, és a hagyományos ö, úgymond állandó programjaink, azok ugyanúgy mennek tovább, ugyanúgy lesznek hangvarás koncertek, meseszínház, meseszínházon belül lesz a Mikulás műsor, amit nagyon várnak a gyerekek, akkor a kerámia, családi kerámia műhelyünk folytatódik tovább, a családi barkácskör ugyanúgy megy tovább, ami igen nagy népszerűségnek örvend, és nagyon szeretnek a gyerekek, akkor a a dokumentumfilmklub, ami egyre népszerűbb, mondhatom így, és egy elég szép törzs közönsége van már így az évek folyamán. Tehát mind-mind ezek a programok mennek tovább, és várjuk a az érdeklődőket. Egyébként az összes programunk megtekinthető a Cserepesházban már elérhetőek a programfüzeteink, amik hamarosan kikerülnek a kerületnek az intézményeibe, és ott is hozzá lehet jutni, és a honlapon, a Cserepesház honlapján fent vannak ezek a programok, amiből lehet mazsolázgatni és válogatni, hogy ki mire szeretne jönni. Köszönöm szépen még egyszer az információt, önöknek jó időt, a nézőknek pedig jó szórakozást kívánunk. Köszönjük szépen!